Stefan Grobe köszönti a State of the Union nézőit Brüsszelből. A koronavírus járvány második hulláma újabb csúcsokat döntött, Csehországban és Írországban is kijárási korlátozást vezettek be, Dublinban és Prágában elcsendesedtek az utcák, bezártak a bárok és az éttermek. Az nem világos, hogy meddig marad életben a korlátozás, és lehetséges, hogy más országok is követik majd őket. A járványhelyzet áldozatává válhat az uniós klímapolitika is. Brüsszelben zöld hetet tartottak, ahol az európai aktivisták elmondták, attól tartanak, hogy az egészségügyi válsághelyzet miatt a környezetvédelem háttérbe szorul. Az európai döntéshozók úgy gondolják, hogy még érvényesek a klímacélok. Nem gondolom, hogy a mostani vészhelyzetben azt mondhatnánk, hogy a helyreállításra fordítandó összegeket a klímavédelemmel ellentétes dolgokra kellene költeni. Szerintem nincs ellentmondás, a gazdasági visszaesést ki lehet használni arra, hogy felgyorsítsuk az amúgy is szükséges dolgokat, a zöld fordulatot és a digitalizációt. A fiatal klímaaktivistákat azonban nem győzték meg ezek a tények. Ők nem veszik be azt az állítást sem, hogy az uniós klímapolitika forradalmi lenne. Számomra nagy csalódás volt Angela Merkellel találkozni. Ő fizikus, azt hittem, a tudomány jelenti neki a legtöbbet, de azt mondta, régóta van a politikában és megtanult kompromisszumot kötni, az európai politika nem forradalmi. Ami viszont forradalmi lehet, az a helyreállítási alap nagysága, 750 milliárd euró. Az összegről a júliusi uniós csúcson egyeztek meg. A gazdaságélénkítésre szánt pénzeket januárban kezdhetik el kifizetni, vagyis alig 10 hét van hátra, és sok országban nagyon várják ezt a pénzt a gazdasági válság közepette. Az alkut még az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak is ratifikálniuk kell, és itt jön a probléma. Sok ország kötné a demokrácia tiszteletben tartásához az uniós kifizetéseket. A júliusi csúcson még homályosan fogalmaztak erről, azért, hogy minden ország aláírja a dokumentumot. A héten folytatódtak a tárgyalások az ügyben az Európai Tanács és az Európai Parlament között, de Magyarország és Lengyelország ellenállása veszélybe sodorhatja a csomagot. Vendégünk Eulalia Rubio, a párizsi Jacques Delors intézet kutatója, üdvözlöm! A járvány kellős közepén sem tudunk előrelépni a mentőcsomag ügyében, mert nincs egyesség a jogállamisági feltételrendszerről. Hogyan másszunk ki ebből a gödörből? Szerintem mindkét félnek engednie kell, a parlamentnek és a tanácsnak is. Mindkettőnek engednie kell az elvekből, és kompromisszumot kell találni. Szélesebb körben kell értelmezni a dolgokat, és így kell utat találni a különböző álláspontok között. A parlamentnek engednie kell a döntéshozatal ügyében, hiszen a tagállamok ellenállása miatt a tanácsnak itt nincs mozgástere, a tanácsnak pedig az eszköztár ügyében kell engedményeket tennie, hiszen ezeket túlzottan megnyírválták a legutóbb. Lengyelország és Magyarország a költségvetés és a helyreállítási csomag blokkolásával fenyeget. Ez politikailag nem lenne túl okos dolog. Valóban megtennék ezt? Szerintem nem kell teljesen komolyan venni ezeket a fenyegetéseket. Óvatosan kell eljárni azért, hogy ne zaklassuk fel őket túlzottan, hogy ne szorítsuk be őket egy olyan javaslatba, amit nem tudnak elfogadni. Ugyanakkor ezeket a fenyegetéseket abból a szempontból kell vizsgálni, hogy ezek az országok haszonélvezői az uniós költségvetésnek, vagyis nem áll érdekükben az, hogy felfüggesszék a kifizetéseket. Mindkét eszköznél, a 7 éves költségvetésnél és az újjáépítési alapnál is kedvezményezettek. Ha blokkolják az eszközök aktiválását, azzal ők is pénzt veszítenek, és a végén a jogállamisági mechanizmust mindenképpen elfogadják majd, akkor pedig előállhat az a helyzet, hogy kevesebb pénzt kapnak, de lesz jogállamisági ellenőrzés.
A jogállamisági probléma nem új dolog, hogy finoman fogalmazzak, azonban mindeddig az Unió nem boldogult Magyarországgal és Lengyelországgal, ez csak azért van, mert nincsenek eszközök. Sok elemző elmondta már, hogy a jogállamiságnál a gond nem az eszközök hiánya. Vannak eszközeink, azonban a politikai akarat gyakran hiányzik az alkalmazásukhoz. Ha lesz is most egy újabb eszköz a kezünkben, nem várhatunk csodát tőle, és ez nem vet majd véget az uniós alapértékek megsértésének néhány országban. Eulalia Rubio, a Delors Intézet kutatója, köszönjük, hogy segített megérteni az ügyet. A világ egy része azonban nem vesz tudomást a koronavírus járványról. Franciaország ezt keserűen megtapasztalta a héten. Párizs környékén brutálisan lemészároltak egy történelemtanárt, aki megmutatta a Mohamedről szóló karikatúrákat az osztályában. A radikális iszlám elleni harc a járvány ellenére is folytatódik. Franciaországban ritka az ilyen összefogás a demokratikus értékek védelmében. Je vous remercie. Stefan Grobe köszöni a figyelmüket, legyen szép hetük!